Pert indít Dombóvár a Kapos Innovációs Transferközpont bezárása miatt keletkezett ködbér visszaszerzése céljából. Erről a testület csütörtöki ülésén döntött. Nem sokkal előtte a kapos szekcsői képviselők is összeültek. A testület nemet mondott Dombóvár ajánlatára, így nem 14.626.000 forintot, hanem mindössze 9.399.000 forintot lennének hajlandóak fizetni. Újabb mérföldkőhöz érkezett a bezárt Kapos Innovációs Transferközpont ügye. Mint arról már többször beszámoltunk, 46 millió forintos ködbért fizetett Dombóvár, mint kezes, mivel a Kapos ITK, ahelyett, hogy átalakult volna 2009 nyarára, egy teljesen új non-profit gazdasági társaságot hoztak létre a tulajdonosok. Ezzel úgymond bukták a 2006-ban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert 35 millió forintos pályázati támogatást, amelyet aztán ködbérrel együtt kellett visszafizetni. Habár városunk indított egy pert a pénz visszaszerzése céljából, a már non-profit KFT-ként működő központ ellen, a szekszárdi törvényszék a felperes Dombóvár keresetét elutasította. Másodfokon eljáró pécsi ítélőtábla egy 7 millió forintos összeg visszafizetésére kötelezte az Innovációs NKFT-t. Dombóvár azonban ennél lényegesen többet fizetett vissza a cég helyett az EU-s támogatást folyósító szervnek. Az önkormányzat visszakövetelni a pénzét az akkori tulajdonos önkormányzatoktól is, így a teljes tőkekövetelés 60%-ára tartana igényt. Ezt kérte a Kapos Szekcsői önkormányzattól, amelyet legkésőbb február 28-ig fizethetett volna meg a település. Csak hogy a Dombóvárra szomszédos község képviselőtestülete legutóbbi ülésén úgy határozott, 9.399.000 forintnál nem hajlandó többet fizetni. Habár egy korábbi per során a bíróság már egyszer 27 millió forintos fizetési kötelezettséget állapított meg, sőt, akkor Dombóvár hajlandó lett volna peren kívül mindössze 14 millió forintban megegyezni. Kapos Szekcső testülete, ahogyan most sem, már akkor sem volt hajlandó, csak 9.399.000 forintot fizetni. Dombóvár képviselőtestülete januári ülésén úgy döntött, jogászának tanácsára polgári és büntetőeljárást indít az Innovációs Központ korábbi vezetése ellen, mert akár fennállhat a csődbüntet és vagy hűtlen kezelés gyanúja. A kuratórium nem is akart foglalkozni a Hamuják közalapítvány működésével, idézte fel Szabó Lóránt polgármester a néhány évvel ezelőtti történéseket. A városvezető elmondta, ezt támasztja alá az is, hogy éveken keresztül nem érkezett közhasznúsági jelentés az alapítvány részéről a szekszárdi törvényszékhez. Mint arról előző hírmagazinunkban beszámoltunk, a Hamuják közalapítvány közalapítványi minőségében lényegében megszűnt létezni. Az alapítvány kuratóriumának vezetését 2010-ben Monostori János vette át, aki a hírmagazinnak elmondta, az átvételkor már csak vagyontárgyakkal rendelkezett a szervezet, pénzen nem volt, csak adóssága. Hát azt szabták meg a közalapítvány számára, hogy tárjuk fel azokat az okokat, amelyek ide vezetettek, hogy a Hamuják közalapítvány eladósodott. Itt egy nagyságrendileg egy 10 milliós forintos adósságállomány keletkezett, amit, illetve azt kellett megoldanunk, hogy ezt az adósságállományt kezeljük és lehetőleg szüntessük meg. Monostori János a Dombó TV-nek adott interjúban azt mondta, a feladatot megszabták, ez pedig az anyagi helyzet megoldása volt. Ez a feladat nem sikerült, de ugyanakkor szerintem nem is akarták, hiszen amikor volt az átadás átvétel a két kuratórium között, Monostori valamikor a elnök azt a kijelentést tette mindenki előtt, hogy hát ők nem is akarták, hogy ez az egész működjön. A Hamuják közalapítvány kuratóriumának előző elnöke azt mondta, a jelentősre duzzadt adósságállományt nem igazán lehetett másképp kezelni, mint az alapítvány vagyonának csökkentésével. Csak a vagyontárgyak átadásával és ennek akár átvezetésével lehetett megoldást találni. Szabó Lóránt szerint azonban lehetett volna jobb megoldást is találni, csak keresni kellett volna. Ha az előző 6 évben, amikor működött az alapítvány, tudott szerezni mintegy 40 millió forintos támogatást, akkor szerintem erre az elmúlt önkormányzati ciklusban is meg lett volna lehetősége, csak ezzel dolgozni kellett volna, kapcsolatokra kellett volna szert tenni, tárgyalni kellett volna, ötletelni kellett volna, sok-sok munkát kellett volna végezni. Én úgy látom, hogy ezt a korábbi alapítvány teljes egészében mellőzte. A város első embere úgy véli, az adósságállományt sem tudta megszüntetni az előző vezetés, ahogyan az anyagi helyzet sem rendeződött.
A Hamujákköz Alapítvány még mindig tartozik 1,5 millió forinttal a dombóvári vízműnek, és mivel 3 éve egy közhasznúsági jelentés sem adott le a közalapítvány vezetése a szekszárdi törvényszékre, a közhasznúságát is elveszítette. Számomra ez azért nagyon felháborító, mert ez egy köztiszteletben álló alapítvány volt, több mint 50 millió forintos vagyonnal rendelkezett. Amikor pucszerűen engem ebből az alapítványból kiraktak, akkor tulajdonképpen elvesztette minden mozgási lehetőségét, illetve akarat sem volt, mint ahogy látjuk ennek a működtetésére. A közalapítvány kuratóriuma januárban újjáalakult, és új akciókat terveznek. Így a Szent László tér rendezése is ezek között szerepel, ahogyan a Szálláskréti tóé is. De ezek mellett a közeljövőben nagyszabású gyűjtést szervez a Hamuják Alapítvány. Az adományokból egy emlékművet szeretnének állítani az új dombovári templomnál. A városrészt 1944. június 30-án ért bombázás áldozatainak emlékére.